Interaktív kísérletek délutánját tartottak december 12-én a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola fizika termében. Az eseményen 4. osztályos és felső tagozatos diákok próbálhatták ki az egyszerű, de látványos kísérleteket. Rózsaszínű láva tör a felszínre az erre az alkalomra készített mini vulkánból. A gyerekek nagy érdeklődéssel nézték a különböző látványos kísérleteket a Rákóczi Iskola fizika termében. A legjobb kísérlet az, nekem a lufis, a vulkános tetszett, mert tetszett, hogy a vulkánból kitört a lába. Még nem voltam a rendhagyó fizika órán, de nagyon tetszett ez a lufis trükk. Az eseményt már 4. éve rendezik meg, és célja, hogy a tanulókat közelebb hozzák a természettudományokhoz, és megszerettessék velük a fizika és a kémia tantárgyakat. A gyerekek megnézhették a vulkánnak a működését, láthattak sűrűségmérést, lufit próbáltunk meg felfolyni tüdőben lévő levegő nélkül, ételszínezékeknek a használatával felületi feszültséget nézhették meg, és egy hőlégballont próbáltunk meg előállítani és működésbe hozni ezen a délutánon. A nagy sikerre való tekintettel várhatóan a jövőben is megrendezik majd a kísérletek délutánját.